Köszönöm, sziasztok! Ez itt a Szabad Európa Podcast, avagy podcast a 101-es szobából. Pomázon vagyunk a stúdiónkban. Mondhatjuk ezt így? Mellettem Zoli, aki hozta a technikát. Sziasztok! Velem szembe Zsuzsa. És Digi. És Digi, te pont arról kezdtél beszélni, hogy jövőre milyen adást fogunk csinálni? Adásokat? Hát több ötlet felmerült, ha már így rendszertelenül és nagyon ritkán jelentkezünk, viszont amikor jelentkezünk és találkozunk így, akkor mindig fájó szívvel tesszük ezt, hogy miért nem csináljuk ezt gyakrabban. És egyszer már talán beígértük ezt a művészetek helyzete, a művészetek, művészek helyzete a NER rendszerben. Erről szeretnénk pár adást készíteni, amiben meghívnánk mai művészeket, illetve kaptunk ígéretet az egyik legnagyobb magyar fesztivál szervezőjétől, a Sziget Fesztivál szervezőjétől, hogy ők is eljönnek, hogy mi a mai művészetek társadalmi szerepvállalásának lehetősége. Jóval, ezt ilyen hosszan nem kell mondani, hogyha úgyse csináljuk meg, de milyen egyéb ötleted volt még? És aztán eszembe jutott, hogy el kellene hívni az adásokba a frissen megválasztott, nevezzük ellenzéki, akik már nem ellenzéki, hanem magyarok. Magyarok, frissen megválasztott polgármesterek közül egy párat, főleg a térségből. De akkor lehetne nem csak Budapestről északra, Budapestről délre ért. Ért, akár lehetne Budapestről délre is, igen, ért. Tehát, hogy szeretnénk elhívni polgármestereket, a frissen megválasztott polgármesterek közül, hogy hogyan élték meg a tisztségbe kerülésüket, azóta mi történt velük, és utána jövőjelre lesz nagyjából látható az első 100 nap eredménye. Szóval ilyenekről szeretnék beszélgetni. Én egyébként azért örülök ennek, mert az önkormányzati kampányban már tök jó volt látni, hogy kerületi polgármestereket is így futtatott a Mérce, meg a Partizán, meg egy csomó ilyen, de vidék, az továbbra se volt sehol. Igen. Szerintem a Duna túloldaláról is, tehát engem Vác is érdekelne például. Látszom, váltás volt. Igen. Ráadásul ott azt hiszem egy újságíró lett a polgármester. Egy hölgy. Ugye? Na, ez duplán izgalmas. A minap éppen beszélgettem valakivel, friss politikai szereplők interneten való megjelenéséről, és azzal emelte ki a Váci polgármestert, hogy az elsők között költözött le a Facebookról. Azt mondta, hogy már pedig ő nem fog. Mint magánszemély, de nyilván van Facebook page-e. Az lehet, azt nem tudom, de hogy álltok ezt a kommunikációt, amit az emberekkel kéne folytatni ugye egy közszereplőnek, azt a Facebookon nem csinálja, de definitely azt mondta, hogy ezt ő itt nem hajlandó csinálni. Jó, hát a Szentendrei polgármesternek sincs saját page-e, tehát oldala, hanem a város hivatalos Facebook oldalában kommunikáció, nincs személyes. Mondjuk Leidinger, neki Pomázon van. Tehát nincs olyan, hogy Fülöp Zsolt hivatalos oldala vagy? Nincs. De az egyéni képviselőknek Szentendrén is van. Nem mindegyiknek. Nem mindegyiknek? Egy-kettőnek nincs. De akkor ez egy saját döntés, nem... Hát fogalmazunk úgy, hogy azt kellett volna csinálni, hogy mindenkinek van, de néhány jelölt, akkor még csak jelölt, azt mondta, hogy ő nem hajlandó. És akkor nyilván... És akkor hogy kommunikálnak ezek az emberek? Tehát a nép honnan tudja, hogy mi történik? Nyilván minden szervezetnek is van oldala. Tehát Pomázon is, Kalászon vagy Vácon, tehát mindenütt van az adott szervezetnek oldala, leginkább azon keresztül. Egyébként azt hiszem, hogy ez a felütés ezzel a dologgal, hogy azért nem akarnak az interneten kommunikálni, hogy máshogy kommunikáljanak, tehát hogy az emberek jöjjenek el az ő meghirdetett ilyen fogadóóráikra, tehát hogy meg írjanak inkább egy levelet. Jó, de te voltál ilyen fogadóórán? Azért nem volt senki fogadóórán, szerintem mindenki az interneten osztja az igét. Vannak egyébként ilyen fogadóórák, amik, persze, mondjam, de nem bocsánat, amik hatékonyak és sikeresek? Hát ez a képviselőtől függ, tehát a fogadóóra az az, hogy ő ott van mondjuk a hivatalban, vagy valahol, ahol ő tartja, így ül az asztal szélén, vagy oldalán, és be lehet hozzá 4-től 6-ig, és akkor leül, és elmondja a panaszt.
panaszát, és akkor ő így jegyzetel, hümmög, és azt mondja, hogy megpróbál akkor segíteni holnap. Tehát ez a fogadó óra alapvetően. Elmondja az állampolgár az egyszerű gondját, baját. Uh-huh. Én is azt gondolom, hogy a... De figyelj, mindenki püsölt fölhívogatnak két óránként emberek, meg találkoznak a bulba, tehát hogy ez nem, a fogadó óra ma már nem egészen az, mint ami volt a 90-es években. Mert hogy 2000-es években nem hívták fel az embert mobillal, most meg fölhívják. Uh-huh. És mindenkinek kim van a mobil száma. De ez jó, ez hatékony? Szerintem igen. E-maileznek is rengeteget. Uh-huh. Tehát hogy nem, no. Tehát ez a hagyományos értelme vett fogadó óra szerintem az 60 fölött működik. Már elnézést. De lehet, hogy már ott se. Tehát, hogy... Nekem egyébként az nagyon tetszett, amit Szentendre csinált, és én azt követtem is a Facebookon az online közvetítést, ez a közmeghallgatás, vagy mi volt a neve? Hát most több is volt. Volt a Kishíddal kapcsolatos, volt ilyen közmeghallgatás, igen. Volt igazi közmeghallgatás, ami törvény szerint kötelező. De hogy ezt azt nekem nagyon tetszett, hogy közvetítettétek, és lehetett követni, hogy milyen problémák vannak, mi az, ami sok embert érdeklő probléma, mi az, ami nyilván az én utcámban miért nincsen járda, és mint közérdeklődés számot tartó téma. De hogy ez szerintem azért egy nyitás az emberek felé, meg a politikusok részéről. Szóval nekem az tetszik az, hogy megállíthatom a boltba, és megbeszélhetem vele, hogy polgármester úr. De figyelj, ez ideig is volt, szerintem. Tehát itt is, ha a Leidinger végigmegy az utcán, ugyanúgy megállítják, aha, és kérdezgetnek tőle, ebben biztos vagyok. De ez vajon mekkora közösségi hatékony? Nekem mindig az zavar egyébként, hogyha túl sok ilyen alkalommal állítják meg a Leidinget, akkor nem marad idő dolgozni. Ez így van, ez biztos, hogy így van. Tehát, hogy egy idő után valahogy csökkenteni kell a zajt, valahogy szerkeszteni kell azokat az inputokat, amiket kap, és hogy vajon melyik az a méret. Tehát, hogy Leidinger még pomázon megteheti, még akkor a Zsolt megteheti, még ezt Szentendén, hogy még szóba legyen. Ezt figyelj, a Pikó is megteheti a 8. kerületben. Tehát meg is teszi. Szerintem simán meg is teszi. Tehát szerintem ugyanúgy megállítják, és ugyanúgy akkor szóba elegyedik. Akkor a Karácsony az első méret, ahol már olyan mennyiségű emberek... Szerintem ez embertől legyedni? Függ. Én szerintem. Én például nem bírnám, de hát én... Tehát ez szerintem tökre emberfüggő, hogy kibírja ezt, hogy megállítgatják 5 percenként. És valamit mondanak neki. Biztos van erre valami kommunikációs technika, amiket ezek az emberek idő után fel fognak szedni magukra, hogy ezt minimalizálják. Tehát, hogy meg legyen az az érzése az embernek, mivel találkoznak, de én mindig, hogy szóval... Bocs, mindig szkeptikus vagyok az ilyenekkel. Szóval, hogy ne gondoljuk azt, hogy a fideszeseket nem álltották meg, ugyanúgy megálltották, és a fideszes polgármesterek is ugyanúgy utána kiadták a saját stábjuknak, hogy figyelj, itt ezzel ez a probléma, ott az a probléma, ott meg az egy csomó helyen. Ugyanezt csináltak a fideszesek is. Tehát nem ezen múlik. Én visszacsatolnék a Zsuzsa mondatára, hogy igen, tök jó, hogy Szentendrén lehet élőbe követni, viszont nem jó, hogy ez csak a Facebookon van. Hol legyen még? Hát ha van egy Szentendre TV, akkor nem lehetne, hogy az élőbe közvetítse ugyanúgy. De hát az egy magáncég. Értem, hogy ez egy magáncég, csak használja a Simon Péternek a tulajdonában. De használja a város nevét. Akkor nem tud a város egy tévécsatornát indítani, ahol esetleg ez működne. Tehát az észrevételem van, és egy kicsit itt csatolok vissza az Olinak talán az adás előtti beszélgetésével, hogy van, aki lejött a Facebookról azzal, hogy polgármester lett, hogy azzal, hogy ezek a dolgok a Facebookon történnek meg, azzal én szerintem ki van zárva egy réteg. Tehát, hogy a Facebookon meg kell, hogy történjen, mert hiszen az egy elég erős kommunikációs csatorna ma, ezt hiába is tagadjuk, viszont emellett én azt gondolom, hogy lehet, hogy el kellene indítani ezt bizonyos más csatornákon is. Okay, de akkor bocs, de most vitatkozni fogok. Igen. Mert ez nem azt mondom, hogy kedvenc témám, de mióta én politikával foglalkozom, azóta 3 havonta ez így előjön valakitől, és elkezdek visszakérdezni, és nem jutunk el előrébb, akkor menjünk ezen végig. Jó. És szakadjunk le Dunakanyartól, tehát ez eszköz, mint Facebook. Szerintem tök igazad van, tehát hogy a Facebook
az kiszolgáltatottá teszi, mert mi van, hogyha holnap után csődbe megy a Facebook, vagy túl, vagy mi van az, hogyha 30 alattiak nem Facebookoznak, már pedig nem Facebookoznak. Tehát, hogy azért ennek van egy bezáró jellege is, meg sokan elvből nem Facebookoznak. És mi van, hogyha van egy helyi tévé, Keszthely tévé, Zalaegerszeg tévé, nézik, nem nézik, bocs. De ha ezt tudva levő, nem nézik, mert nincs mit nézni rajta. De mit nézel rajta? Közvetítik a tévén élőben, a, vagy azt, és utána a még... Kíváncsia, tehát lehet, hogy... De nem fogsz négykor odaölni, mert tudod, hogy négykor van a testületi, hanem vissza akarod nézni este 9-kor, mikor lefektetted a gyereket. Este 9-kor akkor fogod visszanézni, hogyha fönn van valami olyan platformon, ahol vissza tudod nézni. De neked az a bajod, hogy az interneten kívül másút nincs, vagy az a bajod, hogy a Facebookon van csak és másút? Kábel, helyi kábel tévét nem néznek a 80 alattiak. Elnézést kérek a durva. Nekem a problémám kettős, tehát az egyrészt az semmi baj, hogy az interneten nincs, vagy az interneten fönn van, az inkább baj, hogy az interneten jelenleg csak a Facebookon van fönn. Diverzifikálni kell a platformokat. Én ez egyetértek, mondjál, még milyen platformon legyen. Én például fölöknem a Szentendre város oldalára, egy YouTube-ra föltölteném, és felrakom, és odaírom, hogy... Igen, fönn vannak. Jó, szuper. Tehát a YouTube-on fönn vannak, nyilván nem élőben, tehát élőben... A mondjuk a Facebookon, de azok a videók utána letöltődnek és felraknak a YouTube-ra. Én csak egy lépés a YouTube-ról is élőzni, egyébként mindegy, szóval nem az a lényeg, nem igazából azzal értek egyet, hogy nem kell emiatt nekinek venni egy tévét, hát nem kell ebbe investálni, a meglévő platformokat kell használni. Én nem hiszem, YouTube, hogy... milyen platform még? Bocs, most már menjünk ezen. Jó, menjünk végre. Én nem hiszem, hogy Szentendrének erre mondjuk így költenie kéne nagy pénzeket, hogy egy tévét fenntartson. Csak hadd mondjak ilyen összegeket, jó? Ha már erről is beszélünk, ez csak a hallgatóknak, hogy kicsit beljebb vagyunk most már ezekben a sztorikban, például Szentendrén vagy Pomázon is, tehát hogy ahol lakunk, ott jobban ismerjük a helyi viszonyokat. Kértem árajánlatokat például a közvetítő cégektől, akik azt csinálják, hogy szépen megvágva, élőzve, feliratozva, hogyha ráközelít az emberre, kírja automatán, hogy melyik az a képviselő, aki éppen beszél, hogyha zárt ülés van, akkor kírja ilyen nagy inzertből zárt ülés, és leszedi a hangot, de nem állítja meg a tehát nem stoppolja le a közvetítést. Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon tisztességes valami, alsóan ilyen 5-5,5-6 millió forint. Per mi? Beruházás. Ja, beruházás, tehát ez egy hardware, meg ez kellenek hardverek, és utána működtetni kell, az már nem olyan nagy, ez havi néhány tízzer, vagy mit tudom, 50 000, vagy ez a nagyságrend. Tehát az a kérdés, hogy egy ilyen városnak van-e évi 1-2 millió forintja, és van-e egyszer a 6 millió forintja, tudva azt, hogy mondjuk Pomázon éppen milyen a helyzet, milyen az anyagi helyzet, csak a hallgatóinak mondom, hogy mondjuk, hogy hát mínuszosan kapták meg itt a... Erősen mínuszosan indított a... Mínusz 170, vagy nem tudom hány... Hát 200 millió hitelt kellett felvenni a városnak, ilyen átidaló hitelt. Igen, csak hogy egyértelmű legyen a hallgatóinknak, egy önkormányzat nem vehet föl hitelt, hanem ez úgy működik, hogy ha a hitelt akar fölvenni, akkor a kormánynak rá kell bólintani. Nyilván nem fognak rá bólintani egy Pomáznak a hitelfelvételére. Ugyanis a magyar önkormányzati törvény szerint évvégén nem lehet hitelállomány egy önkormányzatnak. Tehát azt csinálják ilyenkor, hogy fölvesznek gyorsan a likvid hitelt, bíznak abból, hogy december 31-én útrükköznek a számlával, föltöltik, hogy nullán legyen a számla, és aztán már elsőn megint megkapják a likvid hitelt a banktól, de hogy kb. Csak így tudnak trükközni. Tehát ebben az esetben a mínusz 200 millió egy ilyen városban, mint Pomáz, az a csőd közeli helyzet. Úgyhogy 3 milliárdos a költségvetés, úgy tegyük hozzá, tehát ezt ki lehet számolni, hogy akkor az hány százalék, ami... Na, tehát egyébként akar-e Pomász költeni 5-6 millió fontot egy ilyenre? Előre mondom, nem. Tehát, hogy vannak platformok, Facebook, és ezen kell meg tudni oldani, simán mobillal, vagy valamilyen eszközzel. Nálunk még nehezítő tényező, hogy Pomász város azóta se kapta vissza a hivatalos oldalát, mióta... A Facebook oldalt. Facebook oldalt, mióta ilyen váltás volt. De menjünk tovább vissza, bocsánat, csak ez tényleg vissza. Eszköz.
eszköz probléma, értem én, Facebook, milyen, hol szeretnél még ilyet? Hát én azt gondolom, Twitter? Hogy... Twitter? Nem, magyar ember nem twitterezik. Nem twitterezik, a Instagram? Instagramoznak. Azon Instagram, de hogy ott hashtaggel kommunikálsz, ott nem... Persze, ott nem tudsz nyilván élőt adni. Én azt gondolom, hogy én kicsit visszamennék a klasszikus formák felé is. Tehát igenis kábel tévékkel is lehetne beszélni. De nem nézik a kábel tévét. Senki nem nézi. Te mikor kapcsoltad be otthon a kábel tévét? De van erre mérhető, van erre, bocsánat, egy mérhető szám? Tehát mérhető a kábel tévék nézettséget? Tehát meg lehet mondani, hogy hány szentendrei nézi a... Nem tudom, Szentendre TV adás? Hát, hogyha megkérdezzük a Szentendre TV-t, ők erre biztos valami baromi nagy számot fognak mondani. De ők mindig azt mondják az ilyen kábel TV-sek, hogy ahova be van vezetve. Mármint, hogy ahol benne van a csomagban. Tehát a, nem tudom, UPC-nek a csomag, helyi csomagjában vagy ilyes. De arról nincs szám, hogy hányan nézik. És én biztos vagyok benne, hogy nulla. De ez, tehát ez tök szubjektív, szerintem 0,000, aki nézi. Bocsánat, bár rákerestem a Szentendre közgyűlés szóra YouTube-on, és ilyen megtekintések vannak, hogy 239, ez volt az októberi ünnepi. De ez egész sok, mert a Facebookon több ezer, és ez már csak igen. Egy utána töltés, ez tök sok, nem értem, hogy kinézi ott utólag vissza. Ma, igen. De nem, ez tök sok, én azt hiszem, szóval hogy 35 nem, pár százas megtekintések vannak. Jó, de ez már a Facebookról levett videók. És a Facebookon mennyi van? Több ezres mindig. Aha, jó, és akkor az egy 20 pár ezeres városon, ezek szerint... Hát de miért, hányan mennek el szavazni? 10%. Jó, de mennyien mennek el szavazni? 50%-ian voltak, vagy tudom ennyi, 8000 ember, 9000 ember, abból nem teljesen mindenki szentedély. Tehát, hogy úgy, hogy nem választási év van, vagy jó volt, de hogy... Tehát, hogy érted, az emberek, a normális ember nem politizál. Ezek szerint egy csomó nem normális lett. Ez így van. Tehát jó, tehát hogy azért ezek nem rosszak, ezek a számok ilyen korában. Bocsánat, menjünk vissza ezekhez az eszköz, tehát hogy tényleg, csak hogy legyen súlya, amikről így beszélgettünk. Tehát, hogyha neked gondod van a izével, mit mondasz még? Mit javasolsz még? Nem, most így nem tudom. Na, ezért, mert nincs. Tehát az én válaszom erre, hogy nincsen a Facebookon kívül, ahol te messzt, tehát tömeget el tudsz érni. Hát ez kicsit szomorú. Hát? Van hallom, de igen. Ez egy nagyon érdekes szám volt egyébként is. Igen. Ezüres nagyságrend van a facsén. Azért is hallgattam el. YouTube-on. Azért is hallgattam el, mert hogy azért az, amit mondott az Áron, Szentendrei közgyűlést ezren néznek, mondjuk a Facebook élőben. Hát szerintem az tök sok. Az egy 22-24 ezres városnál rengeteg. 28 ezres a város, a szavazókorra az 19-20 ezer körül van. Tehát 20 ezres szavazó bázis. Igen, de az a 18-tól a 99-ig, igen. Vagy mit tudom, 105-ig. Tehát az tényleg sok. Úgy, hogy... Ugye ennek az a lényege, hogy az élőt te később is vissza tudod nézni. Tehát őszintén szóval nem azért érdemes szerintem például élőben a Szolnoktól Győrig mindent élőben közvetíteni, mert egyébként ott ülnek az emberek a dugóban, vagy munkahelyen, vagy valami, hanem hazamennek, mosogatás közben belenéznek, hogy mondtak-e valamit. Igen. Tehát vissza lehet nézni később is. Szerintem ez az egyetlen értelme ezeknek a közvetítéseknek. December 7-i lakossági fórumot, ami 2 óra 40 perc volt, tehát szerintem az elég hosszú, 8700 ember nézte meg. Az rengeteg, de az azért van, mert ez a hídról, az a hídról szólt. Tehát azt szerintem Lányfalútól, vagy Dunabogdánytól, Szentendrék és Monostoron keresztül mindenki ezt belenéztek. Tehát az nem azt jelenti, hogy mindenki végignézte 2 óra 40 perc, belenéztek. Nyilván. A városházi tudósítások, az csak 3 perc, Fülöp Zsolt, az 8500 ember nézte meg például november 29-én. Hát legalábbis indította el. Indította el, igen, és ezeken nem volt hirdetés egyiken sem. Nem volt bedobva. Tehát organikus elérésről volt. Ez organikus az egész, persze. Az teljesen sok szem. Szerintem az nagy szám. Mondjuk 3 percet könnyű végignézni. Én őszintén szóval én nem javasolnék
első körben, nem ismerem a helyi viszonyokat, de egy komlónak nem javasolnám, hogy csináljon komló tévét, nem, rakja ki mindent Facebookra, élőzzenek, tehát ne investáljanak addig. Fejet hajtok. Addig, amíg ezek nem mennek, és senkinek sem megy, tehát ez mindenki tanulja ezt most, ezt a műfajt. Fejet hajtok előtted, viszont akkor kapcsolódjunk rá a mai első témánkra. Van témánk. Igen, van témánk. A beiglin kívül. A hallgatóknak mondom el, hogy két ünnep között vagyunk, és ilyen mindenféle kis szuper... beigli majd randékunk. Itt ma is szolgatjuk. Nem értjük, hogy a gesztenyes golyó miért nem fogyott még el teljesen. Nem olyan, tapadva nem olyan jó. Nem mi az, nem olyan jó? Nem annyira ízlik, megmondom őszintén. Hát akkor ned. Nem is eszem. Nagyon kedves vagy meg minden, nekem valahogy nem jött. Jó, nem baj az. Viszont a diós beigli is nem. A diós beigli meg a Markus beigli nagyon jó. Ez direkt az egészséges étel, mert hogy dió és asszalt. Nem, asszalt barack. Nincs benne glutén. Nincs benne sem. Ezt vágom, de nekem nincs ilyen bajom. Jól van. Csak le kellett fogynom. Oké. Mi az első témánk? És ez sikerült is. Az első témánk, mondom én teli szájjal, az új önkormányzatok és a NER viszonya. Vagy iszonya. Ezt nem tudjuk. Hogy felálltak az új önkormányzatok, és ugye itt a térségben ezt már többször beszéltük, hogy általában civil szervezetek győztek, mindenhol az ellenzék, tehát a Fidesz mindenhol megbukott a teljes térségben. Kivéve Dunakeszi. Kivéve Dunakeszin, ahol... Ja, meg Fót. Fót már messze van, ahol egy nagyon agilis polgármester van egyébként Dunakeszi. Igen, és azért jól, nem bukott úgy tűnik, meg. Hogy jól csinálja a dolgokat. És hogy ők most hogy vannak a NER-rel? Hát a Dunakeszi nyilván nagyon szereti a NER-t, mert egyébként az Fideszes. Dunakeszi most hirtelen nagyon sok pénzt fog kapni. És reméljük, a hűséges város. Így épül ott egy stadion vagy valami. Hát azért ott a futszálnak ugye évtizedes hagyományai vannak. Hogy más nem mondjunk. De mi a helyzet például a Szentendrén, vagy Pumázon, vagy az egyéb településeken? Mit látsz te mostáron? Szerintem egyelőre semmi. Ez a nem is azt értem, hogy van a településeken, szerintem még a Fidesz se találta ki, hogy mit akar ezzel a helyzettel kezdeni. Nekem az az érzésem egyébként, hogy eldöntötte, csak nem látványos egyelőre, szerintem nem fognak adni pénzt az ellenzéki önkormányzatoknak, vagy csak nagyon keveset. Egy ilyen jel már volt, minden évben van egy, nem, most nem, talán az Emmi által kiírt pályázat, amit Kubinyinek hívnak, és múzeum fenntartásra lehet pályázni. Ja igen, és nagyon csúnyan elhasalt Szentendre. Nem csak Szentendre, az összes olyan város Egertől Szentendréig, ahol ellenzéki lett hirtelen a polgármester, mindenki kapott ilyen 1-2-3 millió forintokat, és azok a városok, ahol pedig vagy megvédte a Fidesz a saját pozícióját, vagy pedig egyébként a Fidesz nyert, ott pedig megkapták azokat a pénzeket, amiket kértek. És az a hír, hogy tehát üzentek is a minisztériumból, hogy ne gondoljuk, hogy itt innentől kezdve babér fog, vagy ne gondoljuk, hogy itt bármi babér terem. De közben pedig más vonalon az a hír, hogy hát ideig se adtak túl sok pénzt a Kubinyin keresztül, mert az egy nem jól működő rendszer, nem jól működő pályázati forrás, úgyhogy ebből nem kell levonni következtetéseket. Nekem mégis az az érzésem, hogy igazából nem lesznek pénzek. Jó, de ezért egy Ferenci múzeum szinten mondjuk 1-2 millió forint, azt tegyük hozzá egy semmi. Tehát, hogy abból nem rendezel kiállítást. 35 tehát, milliót kért, és abból kapott kettőt. Uh-huh. Tehát arányokat én azért... tehát, nem az van, hogy 35-öt kért és kapott 15-öt, és akkor azt mondják, hogy a maradékot szedjétek össze más pályázati forrásból, nem kettőt. Tehát ez a bazd meg. Uh-huh. Tehát kb. Ez, szerintem ez a kategória. Jó, tudom, hogy vagy. Tudom, hogy vagy, leszarlak. Ez old meg, nem érdekel. De egyébként igen, tehát hogy a Ferenci Múzeum az brutálisan nagy most egyébként. Tehát 100 fölötti munkatárssal rendelkezik. És
hogy az a működési költségre kapott pénz? Nem, nem. A Kubinyiból valami programot akartak csinálni. Most de a működési költségre honnan van a pénz? Az, arra is pályázatok kell? Ne, hát igen. És nem. Tehát úgy egy ilyen, mondjuk egy Ferencinek, de szerintem nagyon sok intézménynél ugyanígy működik, szerintem Pécs is, meg szóval az összes ilyen helyen szerintem nagyjából hasonlóan működik, hogy van egy fenntartó, az mondjuk a város, az ad bele X pénzt, de az nem elég, és akkor máshonnan még szintén keresnek rá pénzt. Minisztériumtól, meg NK-tól, meg különféle ilyen láss Kubinyi programtól, tehát ilyen alapoktól pályáznak minden évben még pénzeket. Meg egyébként vannak egyéb bevételi, és a Ferencinél ez úgy néz ki, hogy ad a város, hát 200 millió fölött adott 2019, nem, várjál, bocs, hülyeséget mondok, 183 millió forintot talán ad a város 2019-ben, mellé rak a minisztérium tulajdonképpen normatívként 170 millió forint körül, és mivel régészeti megyei régészeti központ, ezért, hogyha ilyen útfelújítás van, meg autópályépítés, meg ilyesmi, akkor tulajdonképpen a Ferenci Múzeumnak kell ott ásnia. És a régészeti tevékenységből rengeteg pénzt még tud bevételezni. De ami az állami kötelezettségéből, mi szerint az útépítésnél ott kell lennie, abból fakadó költségeit... De az nem az állam fizeti, azt a beruházat fizeti. Nem, azt a beruházat fizeti. Beruházat fizeti, szuper. Ez az a 2%, vagy nem tudom mennyi. Tehát csak azt akartam megkérdezni, hogy ez nem biztos, hogy baj. Tehát, hogy én nem gondolnám, hogy egy mondjuk egy Ferenci Múzeum méretű intézményt 100%-ig kéne finanszírozni az államnak. Fontosnak tartom, hogy szálljon bele az állam meg az önkormányzat, mert szerintem dolga neki a művészeteket, amik nem fenntartóak egyébként működtetni, de hogy azért hogy beszállhatnak a nem állami források is, vagy hogy mondjam, vagy lehet keresni nem állami Persze, forrás. Az a kérdés, hogy Gyuri bácsitól lehetne kérni egy kis pénzt. Hát, az a kérdés, hogy mondjuk a Pécsen is egy ilyen nagy múzeumi hálózat van, meg más városokban, hogy a város dolga ezt fenntartani, vagy sem? Hát nem hiszem, hogy a város dolga fenntartani, hanem dolga a városnak. De más nem tartja fönn. Oké, de olyan fenntartás alatt mit értesz, hogy ki az a menedzsment központ, akinek dolga? Nem, vagy én nem azt kérdezem. Én azt kérdezem, hogy ki az ember, vagy az a csapat, akinek a felelőssége az, hogy a Ferenci működjön. Szerintem a Ferenci vezetéséé, vagy nem tudod, azok az embereké, akik a múzeumot üzemeltetik. Például, figyelj, a Ferenci Múzeum az nem a város tulajdonában van, az egy önállóan működő intézmény. Mi van akkor, hogyha mégse kap a Ferenci, lásd Kubinyi pályázatokon keresztül, mégse kap az államtól pénzt? Kevesebb pénzzel fog gazdálkodni. Oké. Nyilván el kell bocsátani embereket, esetleg be kell zárni. Le kell mondani programokat. Programokat le kell mondani, kevesebbet kell csinálni, esetleg be kell zárni egy-két kis múzeumot. Tehát, hogy ennek, mert hogy ők nem tettnek arról, hogy az a város, ahol ők vannak, az mennyire lett ellenzéki, vagy nem. Érted? Tehát, hogy... Értem, hogy nekik pekhük van, csak közben meg azon, hogy az normális folyamat, hogyha egyébként egy művészeti intézmény, az egyébként magánpénzekre is aspirál, pályázik. De így Magyarországon nem jellemző ez a fajta mecenatúra. Ami igen. Mondjuk az angol szászországokban... Te várjál, magánpénzek nincsenek ebben. Angol szászországokra jellemző. Most a régészeti ástást, azt ne gondolod magánpénznek. Nem arra gondolok. Nincs magánpénz. Arra gondolok, azt tudom, hogy én vagyok Csányi Sándor, és nagyon szeretem a Ferenci Múzeumot, mert, és betolom, éri 50 millió forint. Figyelj, 2015-ben Art Capital indult, aztán 16-ban, 17-ben, 18-ban is volt. Azt, hogy most ez, majd belinkeljük a hallgatóknak, de nem ez a lényeg. Tudod, honnan volt rá pénz? Szerencsejáték ZRT-től az egyik évben. Adtak nem tudom x 100 milliót vagy 50-et vagy nem tudom, tehát adtak egy nagy adag pénzt. A másik évben a Pallas Athéné közalapítvány, tudom melyik az Batolcsi, a Pallas Athéné? Tudom, igen, okay. nem arról van szó, hogy nyilván az akkori Fidesz közeli vezetés azokhoz forrásokhoz nyúlt, amiket könnyen elért. De most nincs Fidesz közeli vezetés, más forrásokat kell keresni. Nem lesz. Fülöp Zoltot, igen, Fülöp Zoltnak neki kell elni és keresni valakit, aki szívesen támogatja. Hát vagy nem Fülöp Zsoltnak, hanem most kiveszteti most a Ferencit.
Gulyás Gábor. Gulyás Gábor, igen. Akit elpateroltak ráadásul Debrecenből, tehát hogy amúgy se szerettem. Jó, de először Műcsarnokba, és utána onnan igen. Pedig Szentenére. Tehát ő azért egy erős bukóban van. Nincs bukóban, a Gulyás az egy ilyen, ilyen karrierista. Eszéta, és egyébként művészethez értő ember az jól ért hozzá. Más kérdés, hogy milyen intézményvezetőnek. Te szakmailag? Szakmailag valószínűleg jó, nem tudom azért annyira megítélni, én nem vagyok művészettörténész. Nem rossz. Tök jó dolgokat csinál alapvetően. Én alapvetően mint művészeti fogyasztó, tehát a művészetek iránt érdeklődő állampolgár, aki elmegy egy évbe 5 kiállításra, mondjuk a Ferenc egyciben, ami szerintem a magyar átlag fölött van, elmegy 5 kiállításra Szentendrén, illetve részt vesz a egy-két ilyen, mint például az Átkapitál, azon mindig részt veszek. Én azt gondolom, hogy szakmailag a szentendrei művészet nincs tragikus helyzetben, ahhoz képest, amit látok az ország többi részén. Szuper, de mennyit érne meg neked ez? Mint hát én megveszem a belépőjegyet. Hát azzal csak a 30%-át finanszírozod a költségeinek. Na jó, de én, mint állampolgár azt gondolom, hogy ezt tudom tenni, hogy megveszem a belépőjegyet. Én, mint művészeti fogyasztó, megveszem mindenhova a belépőjegyet. Tehát ma este megyek koncertre, ahol a barátom lép fel, és nem iratom föl magam. Tehát, hogy megveszem a jegyet. Tehát... Ez egy kicsit nem ugyanodat bevezet ez a beszélgetés, hogy csak most a Ferencin keresztül az önkormányzat is, aki majd nem fog annyi pénzt kapni mondjuk a saját projektjeire. Hát nem tud annyi pályázati pénzt nyerni. Az államtól az kénytelen lesz új források után nézni, és akkor te azt állítod, hogy nincsenek források? Én azt állítom, hogy nincsenek. Uh-huh. Én azt állítom, hogy arra kell fölkészülni az ellenzéki önkormányzatoknak, hogy nincsenek források. Gödöllő, amikor ugye hogy van is, gyakorlatilag Gödöllőt a Gémesi szerintem 1990 óta irányítja, vagy valami ilyesmi. Nagyon régóta. Én amennyire tudom, 2010 után megszűntek azok a források, amit Gödöllő bármikor is, bárhova pályázhatott volna és nyert volna. Soha nem nyert semmit Gödöllő az elmúlt 9 évben. Én így tudom, lehet, hogy egyszer-kétszer nyerte, de alapvetően ez a... Tehát a Gödöllő úgy működik, hogy nincsenek külső források, hanem a saját forrásaiból kell neki. Azok a trendek, amiket most mondjuk a sajtóban lehet látni, hogy egyre többen fordulnak a saját lakosaik felé, hogy hello, vagy a saját olvasóik felé mondjuk a sajtóban, hogy kéne egy kis pénz, mert nem tudunk tovább működni, azt nem lehet mondjuk bevezetni az önkormányzatiságba. De játsszuk el a gondolattal. Tehát játsszuk el. Azt mondja a Pomáz polgármestere, Leidinger István, hogy kedves pomáziak, szarban a haza. Az egy dolog, hogy most mínusz 170 vagy 200 millióval vagyunk, kibírtuk a 2019-es évet, 2020, itt a költségvetési év, februárban majd meg lesz a költségvetési év, itt is. 3 milliárd, azt mondtad? Igen. Körülbelül. Azt mondja a Leidinger, hat tippeljek, jó vagy erőset, abban 300 millió forint van, amit szabadon elkölthetnek. Tehát nem a óvoda, nem a izetet, amire nem címkéze van, nem az, ami átfolyik gyakorlatilag, hanem tök ők döntik el, hogy nézek itt a Zsuzsára, ti döntitek el, hogy hova költitek azt a 300 milliót. De hát kurva kevés 300 millió útat építeni, járdát, bármi, tehát az iszonyú kevés. És azt mondja Leidinger március 15-én, hogy híja Pomáz, és mindenki adakozzon be egy pomázi közalapítványnak 5000 forintot. Nem többet, 5000-et. És a 10-hányan vagytok? 18000-en? Igen. Abból mondjuk keresőkép, vagy akinek van pénze, az mondjuk 10 000, vagy nem tudom, 9 000. Tehát 10 000, 900 ember beletol 5 000 forintot. Legyen 1 000. Jó, és akkor az mennyi? 900 ember beletol 1000 forintot, az 900 000 forint. Nem, 9... 4,5 millió, 5 000. Igen, 5 millió forint bejön. 300-hoz, aha, hát igen, az nem túl sok. És akkor kurva sokan adakoztak, mert 10%-nyi olyan polgár, aki egyébként fontosnak tartja Pomázt. Uh-huh. És van pénze, és keresőképes. Vagy a nyugdíja olyan magas, hogy megengedheti magának 5000 forintot. Hát kétségkívül nem összevethető, igen, egy szerkesztőség méretével egy városnak a... De mondjuk a Cirkó Geyser is így működik ezen az elven, hogy ott is tudsz venni, mit tudom én, támogatói jegyet, vagy éves izét, tehát ugye ezek a kicsik... Igen, csak azért ezek azt gondolom, hogy ezek a bevételnek a nagyon kicsi
százalékát teszi ki. Én egy fesztiválról tudok, amiben lehetett menni támogató jegyet, és hát azért a fesztivál összbevételének a 2%-át nem ért el. Uh-huh. Az, hogyha valaki vett támogató uh-huh. jegyet, egyik oldalra nézve 2% nagyon sok, de ha gondolkodsz egy 100 milliós fesztiválba, akkor ahhoz képest a 2% azért az tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy kicsit keményebb marketing munkával elő lehetne állítani, és nem, arra nem lehet támaszkodni. Tehát az nem egy olyan tétel, amit beíratsz egy sorba, hogy jövőre csinálok egy fesztivál, támogatói egy, ennyi. Tehát, hogy azt nem iratod be a sorba. Szóval az én állításom igen az, hogy nem lesznek források. Tehát a 2020-as év az ilyen ellenzéki városoknak az kutya nehéz lesz. Abban segíts nekem még megérteni, hogy nem lehet úgy átalakítani, vagy törekedni arra, hogy úgy alakuljanak a helyi vállalkozásoknak a száma, hogy abból esetleg több adó maradjon helyben. Tehát, hogy nincs olyan automatizmus, ami, ha itt, ide jön mondjuk, nem tudom, a Fiat innentől autót így gyárt nálunk a határban, akkor nekünk abból a Szentendrének automatikusan van több bevétele, sokkal, abból automatikusan. Tehát, hogyha sikerül esetleg ezt nem a Fiatra levetíteni, hanem valami kisebb lépésekben haladni előre, abban sincs perspektíva? De van, de ez nem egy prompt perspektíva. Tehát, hogyha a Fiatot ide csábítjuk most, annak kb. Egy év, amíg a bankszámlájától kezdve a telepeit átjelenti, a munkavállalók bérszámfejtését megcsinálta, tehát mindent megcsinál, és akkor majd egy év múlva fog ide adózni, és nem mindenki tudja ezt, ezért nézek itt a hallgatókra, akik persze tulajdonképpen itt egy mikrofon, ilyenkor oda nézek, hogy évente kétszer van határnap, amikor be kell fizetni az adót, ugye március 15, meg szeptember 15, és egyszer van még egy december 20-a, amikor még esetleg a jövő évet én megsatszolom, és valamennyire föltöltöm, és nem tudom. Tehát így. Magyarul, hogyha az önkormányzatok, az ellenzéki önkormányzatok, meg kerületek rájönnek, hogy hú, ez egy nehéz év lesz, csábítsunk ide a vállalkozásokat, januárban elkezdenek ezen dolgozni, ez majd 2021, 22, 23-ban fog hozni adóbevétel növekedést, és már megint hadd mondjam ugyanazt a hozzáállásomat, amit egy 20 perc előtt, ezt a fideszes polgármesterek is csinálták mindig, és ezzel nincs is semmi baj, ezt tényleg csinálnia kell, minden polgármester csinálja ezt, hogy a saját településéhez oda csábítja a cégeket. Például Szentendrén működik is egy ilyen program, hogy ha te odahozod a vállalkozásodat, akkor az első két évben elengedjük az iparűzési adót, és csak a harmadik évben kell. Persze ez kitolja azt az időszakot, ami... Tehát van egy ilyen tehetetlensége, tehát egy gepet növesz, de utána viszont majd ez elkezd csorogni. Ezt elkezdték 2015-ben, talán vagy 2016-ban, és jöttek is. De akkor így tudjuk üzenni Vincenzónak, a Fiat konglomerátum elnökének, hogy jöjjön Szentendrére, mert már csak 3 év múlva kell adóznia? Remek hír. Ugye? Igen. De én tudok olyan példát, a Györkönyv település, ami egy nagyon pici falu Tolnában, de oda ment egy cég, aki betonelemeket gyárt, és ezzel elérte azt, hogy Györkönyv lett Tolna megye harmadik legprosperálóbb faluja, mert ugye a faluba élnek 200-an, viszont a gyár az iszonyatosan sok iparűzési adót fizet be. És ilyen szép falut keveset láttam, tehát egy gyönyörűen rendben tartott, fantasztikusan szép falu. Hozzáteszem, svábok lakják, tehát hogy egyébként is egy nagyon rendes és dolgos négy csoport. Ne svábozzunk. Pilisvörösvár az itt van közel, ott is svábok lakják. Tudom, hogy digitál jelentkezett, csak egy dologra még fölhívhatom a figyelmet, hogy közben van nekem egy ellentmondás az én gondolatomban. Ugye az ellentmondás, a Kubit megírta elég hosszan, hogy ők statisztikai módszerekkel megnézték, hogy az ellenzéki városok 14 és 19 között kaptak-e kevesebb pénzt vagy sem, és a statisztikai módszerek alapján nem kaptak kevesebb pénzt az ellenzéki városok. Tehát ez jött ki a Kubit cikkébe. Nem mentem bele ebbe mélyen. Én nekem az az érzésem, hogy ezekben benne van az, hogy itt ilyen ugye a megyei városok kaptak, mi volt ez az okos városok, vagy mi az Isten, végig rócsózta az Orbán az egész országot, és akkor rengeteg pénzt toltak ki ilyen nagy megyei jogú városoknak, mert ugye ott az a logika, hogy a VECOP-ban a megyei jogú városok nem vetnek részt, és akkor viszont a kormánytól direkt kapnak.
de már akkor is a megyei jogúvárosok egy része ellenzéki vezetés alatt volt. Például a Szeged nem kapott egy fillért sem, hanem a püspökség kapott egy stadiont. De statisztikailag benne van, hogy Szeged kapott. Most ez tök mindegy, hogy ja, nem az önkormányzat kapta, hanem a püspökség, de erről van szó, hogy azok a pénzek teszik ki a statisztika jelentős részét, amikre azt mondtad, hogy csak keresztül mennek a városon, de azon automatikusan, tehát az iskola, mit tudom én, egyéb közülnek a fenntartásra szolgáló összegek, még az is mindenképpen lehet. Megkapnak az államtól, tehát mindenképpen ki kell fizetni. Lehet, nem tudom, szóval nekem mindesetre az az érzésem, hogy oké, hogy statisztikailag valami kijön, de én nekem az az érzésem, hogy nem ez a teljes igazság. A potom, mivel villantani lehetne, arra nem marad pénz. Nekem az a kérdésem, mert hogy jobban értesz hozzá, mint én. Amikor arról beszélünk, hogy egy városnak a költségvetése, mondjuk Pomázi ugye 3 milliárd, Szentendrei azt hiszem 8 milliárd, vagy 7,5. Ha 5, 8 szokott lenni a végén, 5,5-6 körül van, amikor terveződik. Hogy ezekben benne vannak-e azok az összegek, amik ugye úgy jelennek meg, hogy mondjuk pályázunk egy útfelújításra, pályázunk egy... Ezek ugye nyilván állami pályázatok, tehát tulajdonképpen a NER vagy a kormány dönti el, hogy ki nyeri meg. Most ez sarkítva van, nyilván, mert feltételeknek meg kell felelni, de azért ezt tudjuk, hogy nagyon tudjuk, hogy ez viszonylag könnyebben működik, hogyha jó és közel van valaki a kormányhoz. Tehát, hogy ezek a pályázati pénzek is benne vannak-e az önkormányzat költségvetésében, illetve ugye amikor arról beszélünk, hogy kap-e pénzt egy önkormányzat, akkor bennem ez, az is felmerül, hogy lehet, hogy ez, hogy kap pénzt, vagy ebben a statisztikában, amit mondtál, ebbe ugye kimutatható, hogy nem, de az kimutatható-e vajon, hogy több pályázatot tud megnyerni útfelújításra, open internetre, a főtéren, vagy nem tudom én mire, egy Fideszhez közel álló polgármester, vagy Fideszhez közel álló város, vagy illetve egy ellenzéki város? Azok, amik ilyen pályázati pénzek, azok megjelennek a város költségvetésében, keresztül folynak rajta, és csak arra költeted el. Ez egészen odáig úgy néz ki, odáig lemenve, hogy külön alszámlát kell nyitni, arról az alszámláról kell mindent kifizetni, oda nem jöhet be más, és onnan te nem fizethetsz ki mást. Tehát magyarul az effektíve így átcsorog rajtad, mint önkormányzat, úgyhogy ha nem költöd el, azt lehet, akkor vissza kell utalni azt ennyi. Tehát, hogy de az nem azt jelenti, hogy te jól sáfárkodsz, és akkor egyébként marad még nálad valamennyi pénz, hanem az gyakorlatilag csak átfolyik rajtad. Ugyanígy van, hogyha kicsit messzebb megyek, a óvónőknek a bére, a bölcsödéknek a bére, a közétkeztetés, tehát az összes ilyen, ugyanígy lényegében keresztül folyik az önkormányzatokon, ők könyvelnek tulajdonképpen egy ilyen értelemben, és nincs ezekhez a pénzekhez közük. De akkor ez hogy és a költségvetés tervezésekor, ha már vannak lekötött szerződések, azokat belerakod a következő évbe, és akkor nem 5, hanem 5,5 milliárd lesz a következő év költségvetése, mert tudod, hogy egyébként 500 millió fog érkezni, mert decemberben leszerződtél az EMMI-vel, meg a, nem tudom, a fejlesztési minisztériummal, meg ezekkel leszerződtél. Vannak évközben is ugyanilyenek, hogy azt mondja a fejlesztési minisztérium, Pálinkás? Nem, az hogy azért. Pálinkás. Nem Pálinkás. Na mindegy, a fejlesztési miniszter. Szeszle. A Sesztek volt korábban, és most ez aki a tudományos világból jött, az a csávó. Na mindegy. Igen, valaki. Tehát azt mondja a fejlesztési minisztérium egyik államtitkára, hogy na akkor most van 20 milliárd forint az önkormányzatoknak csatorna beruházásra. És akkor oda az önkormányzatok beadják a saját felületeikkel keresztül a pályázatot, és akkor vagy kapnak, vagy nem kapnak, de ez megint külön alszámlára, arra a célra, arra leszerződő és plusz. És az, ezért mondtam, hogy az év elején mondjuk 5,5-6 milliárd egy városnak a költségvetés, a végén 8 lesz, amikor zárod az árszámadásnál, mert egyébként belekerültek az évközbeni egyéb ilyen pályázatok. Nem. És egy dolog az, ami nem megy bele a városnak az ilyen típusú költségvetésébe, például a Mészáros Lőrinc valamelyik cége felújította a Szentendrei és Pomász között a Szentendrén lévő szennyvíz tisztító telep
egy részét, vagy mit tudom én. Ez volt a sok milliárdos? Ez a sok milliárdos. Ez egy... Ez kész is lett? Nem? Hát, igen. Oké, én azt nem tudtam. Oké. Itt egy újabb cikk fog kikészülni. Így van, fölcsillant a szemem, igen. Szóval az ilyen nem megy keresztül a városon, mert annak nincs köze a városhoz. Tehát az a, mit tudom, DMRV kapta talán, vagy mit tudom én melyik, tehát hogy a vízmű a minden hallgatónak, és akkor a vízműnek a költségtésében jelenik meg az a pénz. Uh-huh. Tehát akkor így néz ki ez. És a, tehát akkor ezek szerint, amikor tervezel, akkor ezeket nem tudod? Hát a pályázatokat nem tudod, nem persze. Tudod. És akkor az nem is tervezheted be, mert hogy nem tervezhetsz mínuszos költségvetést. Aha. Nullásra kell kijönni a tervezéskor is a költségvetésnek. Tehát akkor igazából a kérdés az, hogy ezeket a pályázatokat vajon az ellenzéki önkormányzatok meg fogják tudni-e nyerni, igen. Hogy ugye kiír, azt lehet tudni visszamenően statisztikailag, hogy mondjuk a Nemzeti Útfejlesztési Alap, vagy Nemzeti Útalap, vagy minek hívják ezt a szervezetet, aki felújít utakat, illetve aki gond, akihez lehet pályázni ahhoz, hogy te föl szeretnél újítani mellékutakat, nem tudom, most lehet, hogy hülyeséget mondok, hogy kihez kell pályázni, de mindegy, tehát az a szervezet, aki mondjuk a mellékutak felújításához pályázol, az minden évben elkölt 172 milliárd forintot, abból nagyjából lehet tudni, egyik évben 150-et, a másikban 180-at, aztán van egy ilyen átlag. Azt, tehát a kérdésem az, hogy igazából ezek szerint elég kicsi lesz az esélye, hogy ezek az önkormányzatok sikeresen tudnak pályázni olyan fajta pályázatokra, amivel mondjuk a lakosságnak az alapvető legtöbbet hallott ígéreteit ki tudják elégíteni, mint például, hogy ne legyen kátyús az út, vagy hogy legyen járda, vagy járjon sűrűben a 7-es busz, vagy a 816-os, vagy elfolyjon az esővíz, és ne öntse el a pincéket. Én szerintem igen, de ez csak szerintem. Tehát nem tudom ezt így bebizonyítani. Tehát lehet, hogy nagyon remélem, nem lesz igazam, de szerintem ez lesz a helyzet, igen. Tehát ti erre készültök föl, vagy ezt vélelmezitek? Hát, igen. Igen. De ennek ellenére... Pályázik mindig pályázik, mindig minden város pályázik, értem. Persze, mindig mindenki pályázik. Tehát az az alapja, ami nyilvánvalóan, hogy pályázni kell. Ha. Az a kicsit ehhez kapcsolódó kérdés, hogy a váltással kapcsolatban a szakemberek, akik eddig ültek és pályáztak, ezek megmaradtak-e, mint munkaerő, illetve a képviselőt mögött álló önkormányzatot működtető szakember állomány vagy munkaerő az elvándorolt-e, érezhetően együtt tud-e működni az új vezetéssel? Nekem csak helyi tapasztalatom van, de mondjuk lásd, érted, Újpest, ott fölállt a, nem tudom, a fél az hivatal, vagy az egész hivatal. Tehát ott mindenki fölállt. Tehát ott mi történik ilyenkor? Az új polgármester meg jegyző elkezdi fölvenni új embereket, akik vagy értenek ahhoz, amit csinálni kell, vagy nem. Lehet, hogy 5 évvel ezelőtt voltak köztisztviselők, de 5 éve nem köztisztviselők, akkor nekik újra be kell tanulni egy csomó mindent. Van például egy olyan, hogy ASP. Ez egy ilyen belső magyar kormányzati rendszer, oda kell lejelenteni mindenféle pénzügyi adatokat, közé-között minden szírszart oda kell beletenni. Ha nem láttál még olyat, akkor ez egy fél év, mire megtanulod azt használni. Jézus. Tehát ezt csak azért mondom, hogy oké, föláll Újpesten az egész hivatal, uh-huh. Az azt jelenti, hogy az nem fog az a hivatal jól működni egy fél éven keresztül. Ott mindenki iszonyú lelkes lesz, akarják, jó hivatalt akarnak csinálni, mert ez az alapvetően az emberek jó hivatalt akarnak csinálni, és kurvára nem fog menni hónapokig. Nekem ezt vélelmezem. Pomázzal nem tudom, milyen helyzet, szerintem én nagyjából nem állt föl senki, és nekem az a egy-két fölső vezető állt föl, de hát az ilyenkor, hogy úgy mondjam, természetes, de az a nekem a személyes tapasztalatom, hogy ezek emberek, köztisztviselők, akik jól akarják végezni a munkájukat, és ilyen gond nincsen, hogy ő nem akar majd pályázni, mert vagy szarpályázatot fog írni, vagy szóval én nem hiszem, hogy ilyen lesz, de hát arra van a polgármester meg a képviselők, hogy egyébként nyilván nézzék, hogy,
hogy dolgozik maga a hivatal. Tehát arra van a például egy polgármester mögötti kabinet. Tehát, hogy ez a dolguk ilyenkor. De jól emlékszem, akkor Szentendrén 2015 óta talán, amikor megnéztem a szerződéseiteket, ami ugye fönn van, vagy elérhetőek, és akkor 2015 óta van szerződés, nem a pályázatíró céggel, tehát hogy nagyon régóta, vagy rosszul emlékszem. Van pályázatíró... Tehát, hogy ez egy ilyen hosszú távú együttműködés. Van hosszú távú is, de egyébként van egy jó működő pályázat figyelő rendszer, és szerintem a nagy részét egyébként belül kell írni. Aha. Tehát szerintem ott csak tanácsokat adnak, hogy mit érdemes csinálni. Nagy részt ezek olyan pályázatok, amik a kormányzati pályázatok. Ott nincs nagy truváj, be kell adni. Uh-huh. Hogy igen, három utcát akarsz felújítani, meg két közintézményt. Hozod a kötelezőt, és utána pedig számítasz arra, hogy nem kapsz pénzt, hiszen ellenzéki város vagy. Igen, figyelj, ezek a pályázatok nem úgy néznek ki, mint a céges aha. pályázatok, hogy neked tényleg kurva jót kell csinálni, egy pitch decket be kell rakni mellé, be kell bizonyítanod, hogy miért életképes a projekted, miért fogsz hozzá. Értesz hozzá, jó a csapatod, van mentor csapatod, van. Tehát ez nem így néznek ki. Azt mondja a minisztérium, hogy közintézmények ebben a fél évben. És akkor te azt mondod, fűtés korszerűsítés a közintézményeknél. És akkor te az jó, a gyermekrendelőnél nincsen, mert ott még mindig a 50 éves ablakok vannak. Hogy bírálják ki, most őszintén, ha nem pofára. Mindenki bead egy Excel-t, hogy nála mekkora a volumen. Beadja, hogy hát 50 éve volt utoljára ablakcsere, nagyon kéne. Uh-huh. Hát, de ezt mindenki beleírja, ezt mindenki bele fog írni, mert ez ugyanígy nagyon kell kőszegen is, meg bivajbasznádon. Csak persze. A föntülő ül egy ember, vagy kettő, és akkor helyettes államtitkár meg az kőszeg megkapja, Szentendre. Igen. Igen, ott valaki Coki. Eldönti. Kire? Ott van még a Gyűr Dorottya, nincs. Hát akkor sajnos. Valaki valahogy eldönti, és nem úgy, hogy van egy fölülről nyitott kalap, és akkor mondjuk minden 10 000 fölötti város kapjon 50 millióig, mert azért az kelleni fog. Nem, nyilván nem tudjuk, tehát hogy mi... akik nem vagyunk részei a Fidesznek, nem tudjuk, hogy ez hogy működik. Nincs egy telefon, hogy kit hívjunk föl. De mondjuk, ez nagyon vicces egyébként. Ez a mondat, ez nem, nagyon tragikus. De nem, mert ez így működik. Hogy nincs hova elmenni, hogy szevasztok srácok, kéne még pénz, mert... De van. Hát ezt kell csinálnia minden városnak, függetlenül attól, hogy ki mit gondol a jelenlegi rendszerről. Hmm. Be kell menni a minisztériumokba, államtitkárokhoz, kezeket kell fogni, beszélgetni kell, kávézni kell, és ki kell puhatolozni, hogy mi van. Figyelj, azt jól gondolom, hogy akkora a szakadék a két csap, az ellenzéki csapat, meg a fideszes vezetés között, hogy ezek a telefonszámok sincsenek meg egymástak, meg ez a kapcsolatrendszer nincsen meg, vagy ez hülyeség, politikus mindegyik, és azért valamikor hát azért van közük egymáshoz, ismerik egymást. Figyelj, ezek mind az én véleményem, tehát okay, nem mondom már, hogy én nekem meg a többiek is, az én véleményem el. Az, hogyha akkora a váltás egy városban, hogy ki szórtak mindenkit, és teljesen új emberek jönnek az adott városvezetésben, akkor nem, hogy a minisztériumban nincs meg a telefonszám, az eddigi fideszes, nem tudom, videókat készítő cégnek sincs meg a telefonja, fingod nincs, hogy kikkel felhívni, hogy jöjjön el fotózni egy szalagátvágást. Tehát nekem ez az állításom, hogyha nagy a söprés, akkor semmi nincs meg. Tehát nem tudod, hogy kit kell fölhívni. Te úgy mész be, te polgármesterként egy hivatalba, hogy nem tudod, hogy kik dolgoznak a hivatalba. Hogyha nagy a váltás. Uh-huh. A kis váltás, az azt jelenti, hogy persze ott is váltás van, csak olyanok váltják, akik azért 10-15 éve a helyi városnak a részei, vagy a kerületnek a részei, vagy érted, ismerek mindenkit, akkor ez nem kérdés, akkor tudják, hogy kit kell fölhívni, akkor az a következő kérdés, amit te mondasz, hogy tudják-e, hogy a minisztériumban kit kell fölhívni. Az a tehát összintén szóval hadd tippeljek, például Budakalászon hiába konzervatív polgári ilyen társaság lett a város vezetése, ezek teljesen politikán kívüli csávok. Mm. Ezek multiknál dolgoztak, meg a magánszférában, meg magánvállalkozók voltak. Szerintem ő nekik nincs meg, hogy kiket kell fölhívni. Tehát, hogy szerintem nekik nincsenek meg telefonszámaik.
nálunk. Itt azért olyan kicsit konzervatív, kicsit liberális irányultságú személyek lettek például Szentterén a városvezetők, ahol azért megvan egy-két telefonszám is, ahol tudjuk, hogy kiket kell fölhívni, és van egy-két régi kapcsolat, mert vannak régi, akár Fideszen belüli kapcsolatok is. Mit tudom én, hogy pomázom, tehát, hogy ezek ilyen nagyon de, attól függ, hogy milyen... Hát meg attól is, hogy mennyire sértődik meg nem a régi vezetés. Az egy következő, az egy következő kérdés. Akik utána igen. Általában bekerültek a megyébe, legalábbis ugye a mi volt polgármesterünk, ő lett a megyei pénzügyi bizottság elnöke. Nagyon ami Pomáznak nem egy túl jó hír, mert valószínűleg Pomáz innentől kezdve, ha a megyei közgyűlésnek van bármilyen szerepe is, vagy de tud-e gyorsan válaszolok, nincs meg? Semmi szerepe nincs. Jó. Se pénz nincs ott, az se paripa, se fegyver. Tartó. Igen, semmi. Nincs. A megye az semmi. Se döntési, se. Pénze sincs, semmi, nem diszponálnak se. Egy dolgon szoktak mindig macergelni, hogy nevezzük el a megyét. Igen, ezt akartam. Solt Pest, tehát most ez itt, meg ugye a Szabolcsnak már beledni is van egy negyedik, meg szóval, hogy Balsz helyett is lenne egy negyedik neve. Na bocsánat, vissza az előző témára, de na, hogy, sorry, hogy ez nem egy akkora zökkenés a város működtetésében, ami önmagában is. Hogy mondjam, nem csak egy költségvetési hiányt okoz, de projektek nem fognak megvalósulni amiatt, mert nem tudják az emberek, hogy hogyan kell tovább lökni egy folyamatot. Szerintem ez tök fontos, amit mondasz. Én azt látom, olvasgatva Facebook csoportokat, és így nézek a digire. Aki nem olvas ezek szerint Facebook. Igen, hogy október... Ezt bocsánat, egy mondat, hogy én egy éve egyszer csak megteltem ezzel a Facebooknak nevezett történettel, és tulajdonképpen lejöttem hivatalosan, egy kicsit titkosan fenn vagyok egy másik névvel azért, mert van 3-4 olyan politikai, illetve baráti csoport, akivel muszáj tartanom a kapcsolatot, és ők viszont nem jöttek ezért le. De nincsen barátom, és nincsen... De vannak barátaid. Igen. Csak nem Facebook is erőseim. Na, kanyarodjunk vissza oda. Szóval ezért nézem az árat. Jó. Szóval... Hogy a Facebookon. Október 14-én itt rózsaszín kellett volna, rózsaszínűnek kellett volna lenni az égnek, és hirtelen nem kellene, hogy dugók legyenek, és hogy itt a szemétszállításnak az takra pontosan kell működnie, és senki nem szemetel az utcán, de egy csikket nem dob el, de ha véletlenül eldobja, akkor maga a polgármester személyesen szedi össze a csikket utána. Tehát, hogy kb. Ezt gondolta minden ember. Ehhez képest a valóság az, amit mondjuk én a 8-kedben mondta az egyik jó barátom, hogy hát ő mérges a pikkóra, de miért vagy mérges a pikkóra? Hát azért, mert, és akkor mondott valami olyat, hogy valami nem működik a kerületben, pedig a pikkó megírte. De mondom, figyelj, másfél hónapja volt a váltás, még a szerződéseket túrogatják át, hogy hol mentek ki a lopások, hol lehet megfogni a kifelé menő pénzeket. Most van nekik is új jegyzőjük, vagy nem, mit tudom én, tehát hogy mivel vannak elfoglalva a városok, új jegyző, a képviselők kezdjenek el dolgozni, ne felejtjétek, a képviselők nagy része olyan, hogy finge nincs, hogy mit csinál egy képviselő, és mi a dolga egy képviselőnek, mennyi munkával jár az, vagy sem. Most állnak föl a szervezetek, a bizottságok, a ki mit csinál, tulajdonképpen, ja, és mindenki mire készül, éljük túl az első költségvetésünk elfogadását. Ez 2019. október 14-től tart ez az időszak, 2020. február 28-án. Ne menjünk csődbe, mint például Pomázon. Ne menjünk csődbe. Tehát itt nem arról, tehát hogy igen, tehát hogy tudjuk, az... Amire ne menjünk csődbe alatt, én azt értem, hogy tudjak fizetést adni mondjuk a takarítónén. De így. Tehát hogy egy város átvétele, az fél év. Úgy, hogy utána már flottul menjen, ahol, és akkor érted, Újpesten fölmond a komplett városháza. Szerinted ott mennyire fog működni az anyakönyvvezetés, vagy az adóbehajtás majd decemberben, vagy a december 20-ai adóföltöltéseket, és utána ki fogják-e értesíteni, vagy inkasszózni fognak-e januárba? Tehát fog-e menni az inkasszózás, vagy nem? Mert ha nem fog menni, akkor nem ez pénze majd Újpestnek. Tehát, hogy azért, és tényleg ez ilyen, ráadásul hatóság ültet igazából a polgármester nem tud beleszólni, de abban igen, hogy egy jegyző kiadja utasításba az adóirodának, hogy már pedig inkasszoztok január 15-től.
Tehát, hogy, de azt ki kell adni ott az embereknek, ha vannak ott emberek. Ha vannak ott emberek, igen, ezt akartam mondani. Tudják, hogy kit kell. Tehát, hogy átvesznek városokat, az egy ilyen helyzetben, ráadásul egy ellenséges kormányzati környezet, az anomáliákkal jár, finoman fogalmazva. Az ellenséges alatt azt értjük, hogy direkt bekeresztbe laknak esetenként, vagy csak egyszerűen passzív-agresszíven? Én szerintem a jó, igazad van, kommunikációilag nem baráti, akkor így fogalmazok, de én el tudok képzelni olyat, ami baj. Vagy, szóval tudnak keresztbe tenni. Én ismerek olyan 9. kerületi történeteket, ahol igenis. Igen. Ferencvárosban is, ott is megy keményen. Ott nagyon keményen ment a keresztbe rakás, nagyon keményen megy a mai napig. Az, amiben nincsenek szembesítve, az nem létezik. Uh-huh. Ezért igen, tehát az áronnak a mondatát melyikből megerősítem. Nulláról az utolsó papírig mindent át kell nézni, mert senki magától nem áll oda, még önkormányzati dolgozó se, hogy ez eddig így működött. Ja, nem mondják el, nem mondják, hogy ez így működött. Kiderül, hogy jön hogy be valami. Jön be, nem, jön be valami számla. Oké, hol a szerződés? Ja, az nincs. Nem is találjuk, kerestük a szerveren, nincs meg a szerződés. De hát ez így szokott működni. De magától nem mondja, ez 2 hónap után derül ki, amikor jön egy számla. Valami ügyből. És akkor te, mint polgármester, döntsd el, de ha aláírod, lehet, hogy büntetőjogi felelősséged lesz abban, hogy valamit úgy fizették ki, hogy nem egyébként tök törvénytelen. Tehát egy kúra sok ilyen csapda van. De mondok egy másikat, és ez, elmondom a sztorit, egyrészt nyilvános, másrészt minden hallgatónak jelzem, hogy ez spekuláció a részemről, de mindenki gondoljon, amit akarjon. Szentenén nagy probléma, ezt ismeritek, hogy a szar ömlik a Dunában, hogyha nagyon sokat esik az eső. Mert egy egyesített csapadékrendszer van, és hogyha nem bírja a magát az esővizet, akkor a fölösleget a Dunába tolják ki, az esővíz és a szennyvízzel együtt, mert ha nem tennék, akkor az utcákban jönne föl a kanálisokban. Tehát így ez gyakorlatilag ez így nem volt. Szokott is bugyogni. Szokott is bugyogni a 11-esen, de ott nem a szar. Nem, csak az esővíz. Az esővíz egy picit szaros esővíz, de nem a legdurvább része. Azt bemegy, azt nélkül bekapja a Duna. Az előző városvezetés, ezért, tehát legyünk korrektek, ez a sok esetben a fideszesek is nagyon sokat dolgoztak ügyeken. Az előző városvezetés kibrusztolt egy pályázati pénzt, 300 millió vagy 350, nem tudom, tehát ez a nagyságrend Szentendrén, hogy végre ezt az egyesített csatornarendszert megszüntessék, keresztül különválasszák a csapadék a csapadékba, a szennyvíz a szennyvízbe, jöhet nagy eső, akkor maximum a csapadékvizet kell belerakni a Dunába, tehát hogy nincs ezzel gond. Nem követtem mélyen az eseményeket, mert a szentendrei alpolgármester ásta bele magát ebbe egészen nyakig, ebbe az egész sztoriba. Tehát nem követtem pontosan, hogy miért, de kurvára el van késve a város a közbeszerzés kiírásával. Nagy nehezen kiírta a város valamikor októberben kiírtuk, akkor azt már mi írtuk ki emlékeim szerint, most volt a beadási határidő egyik napra, a másik napra, és utána a harmadik napra el lett tolva, mert hogy jöttek még a vállalkozók, valami 30-valahány nagy vállalkozó érdeklődött, és tolták be a kérdéseket, ugye azokat meg kell válaszolni, amilyen válaszokat adsz, azt mindenkinek ki kell küldeni, de akkor át kell fogalmaznia nekik, újra kell kalkulálni az árajánlatokat, tehát mondták, hogy akkor még egy napot kérnek, és akkor toltuk ki a határidőt. Végül nem adta be senki. Tehát a közbeszerzés sikertelen lett. December 19-ei vagy 20-ai sztori, tehát most a kereti rendkívülülést tartani, ahol arra számítottunk, hogy na, amiatt kell összeírni a rendkívült, hogy akkor lesz egy sikeres közbeszerzés. Nem, senki nem adta be. Nem ez a cinkes az, hogy 2020. május 31-ig a teljes beruházásnak az elszámolással együtt el kell készülnie. És egyszer már a város kért hosszabbítást, én emlékeim szerint nem is mi kértük a hosszabbítást, hanem még szeptemberben kérte az előző városvezetés, és nem adta meg, már az előzőnek se, a nem tudom, a minisztérium, vagy valaki nem adta meg a hosszabbítást. Szerintetek meg fogjuk-e kapni most mi a hosszabbítást?
És szerintetek, ha nem sikerül kiírni, vagy megcsinálni ezt, és elkölteni a pénzt, ez egy dolog, hogy vissza kell fizetni, ugye ki lesz a hibás, A. B. Hogyha ha mondjuk lett volna egy sikeres közbeszerzés, de valaki megtámadja valamiért, akkor, és, akkor az újabb 30 napot tolódik. Lehetett volna keresni egy olyan vállalkozót, aki egyébként megtámadja a sikeres közbeszerzést. És tehát azért vannak itt egy sor kérdés van. Most ott tartunk minden esetre, hogy sikertelen lett. Ha ez így marad, akkor nem lesz ez a 300 millió elköltve, az visszamegy a minisztériumnak. Igen, most menni kell tovább. Tehát most az a dolga a Szentedélyi város vezetésnek, hogy ha kell, hogy mondjam, a jóistenig elmenni, hogy ezt a határidőt hosszabbítsák meg. Azért én azt szeretném megkérdezni, hogy én szakmámból névök, hogyha egy ilyen beszerzés saját, végül senki se adja be, az nagyjából azt jelenti, hogy annyiból nem lehet megcsinálni azt, amit szeretnétek. Igen, de ez így van, így lett volna most is, de a város mellé rakta volna a... Na, akkor még nem adta be senki. Nem tudjuk. Tényleg nem tudjuk. Hát valami okának kell lenni, tehát a lehet, hogy szeskés említek egyáltalán. Nem tudjuk. Tehát nem tudjuk a választ. Visszatérve az nem egész... nem elkeserítő helyzet ez? Hát... Dehogy! Te Digi! A ferencvárosi helyzet. Nem elkeserítő, amikor ott keresztbe tesznek a Dada Suzinak, meg a Krisztának, a Baranyi Krisztinek? Meg a... Tehát, hogy... De mégsem. Na, az a válaszom, hogy de mégsem. Hát tenni kell tovább a legjobb tudása szerint mindenkinek a dolgát. Hát, na, én nem vagyok pozitív azzal kapcsolatban, hogy mi lesz itt a 2020-ban, meg 21-ben, meg NER. Nem lesznek pénzek szerintem. Kutya nehéz lesz minden önkormányzatnak. Kurvára meg kell fogni a pénzt. Nincs arra pénz, hogy 5 millióért csináljunk egy fasz online rendszert, hanem meg kell mindent ilyeneket házilag oldani, tehát és a többi, és a többi. Tehát nagyon, nagyon kell erre figyelni. Szerintem uniós pénzek se lesznek majd 2022-től, hogy behozzam itt a következő kis gyors témát. Át kéne alakítani Szentendre blogolt, Szentendre városa blogol, és akkor ezeket a sztorikat szépen ilyen átlátszó módján így fölrakosgatni, hogy gyerekek, az történt a csatornázással, hogy... Ez kim van. De hogy egy ilyen, de nem, hogy egy a blognak az, az a műfaja, amiben ugye közérthetően és viszonylag röviden tálalod a történetet. Igen, ez értem, hogy kim vannak a... A városoknak ez a dolguk, hogy közérthetően mondják, hogy mi van velük. A szolnoki polgármesternek, a kőszeginek, a soproninak, ez az a dolgok, közérthetően magyarázzák el, hogy hogy néz ki a költségvetés, hogy néz ki a város üzemeltetése, hogy néz ki egy döntéshozatali folyamat. Tehát ez el kell tudni magyarázni. Köszönöm, fontos. Ha nem tud elmagyarázni, ugyanúgy meg fogsz bukni, mint a fideszesek megbuktak. Bennem az azért felmerült, és igazából sehol nem olvastam, vagy nem jutott el hozzám, az is lehet, hogy ugye mindenhol váltás volt, ennek ellenére nem nagyon kerültek elő a térségbe csontvázak, tehát nem rakták ki az önkormányzatok, nincsenek büntető feljelentések, vagy nem hozták őket nyilvánosságra, nem tudjuk, hogy milyen túlárazott szerződések voltak, stb. Hogy van ebben most Szentendre? Ugyanúgy van, mint Pomáz vagy Budakrász, tehát, hogy oké, Pomázon is mínusz 200 milliós a költségvetés. Ez nem azt jelenti, hogy holnap a Leidinger egy feljelentést tud tenni. Ő tett? Nem, ő, én úgy tudom, hogy csak ászbejelentést, nem feljelentést. Tehát, hogy, mert ezek hetek, amíg meg, sőt hónapok, amíg végig túrja egy város. Mert ugye a Baranyiék találtak, tehát hogy ő összetettek feljelentést. Csak... Az, hogy ugye a Baranyi oda tette főtanácsadónak például a Gegesit, ami tök jó. Ugye a Gegesi a Bácskai előtt volt 2010-ig polgármester. De nagyon hosszan ezt mondjuk el, tehát ugye 20 évig volt, SZDSZ-es és volt. Ő vizsgálja át most a volt szerződéseket. És már ott tartanak, azt hiszem, hogy havi 10 millió nyit, tehát
havonta, mondjuk éves szinte már 120 milliós olyan szerződést talált, amit megszüntetnek és megtakarítás lesz. De ez nem azt jelenti, hogy ez törvénytelen. Csak fasságokra költenek. Az egy következő kérdés, hogy túlárazás. Tehát, hogy mondjuk Szentendrén is van ilyen, hogy a századvég csinált egy felmérést, 3 millió forintért, vagy 2,5 millió forintért, egy 8 oldalas PDF lett belőle, amilyen PowerPoint és szuper grafikonok vannak benne, hogy mennyire elégedettek a város lakók, 30%-a egyáltalán nem elégedett, 30-50-ig kicsit, 50-70-ig jól, és utána 70-100-ig meg nagyon elégedettek, és akkor ilyen grafikonokkal van tele, nem ér 3 milliót, szerintem másfelelt, a Hanendrét is fölhívta az egyik tanácsadónk, mert szerintem van egy-két tanácsadó, vagy a Geges is tanácsadó 9. kerületben, és a Hanendre is mondta, hogy figyelj, ez körülbelül ez ilyen fele annyit ér. De ezt nem tudod följelenteni, mert az a... tehát erre jönnek a trollok mindig, az ellenzéki trollok, hogy de ezt föl kell jelenteni. Fel kell mondani, nincs is szerződés, ez egyszerű megrendelés volt, 2017-es századvéges felmérés, nem ér ennyit, túlárazták 100%-kal, de nem tud bebizonyítani, és a rendőrség vagy az ügyészség úgy fogja visszadobni, hogy bűncselekmény hiányában, mert hogy a túlárazás a legnehezebb bizonyítani. Persze, de mondjuk az embereket esetleg érdekli, tehát hogyha nem feljelentés, akkor is... Ezeket ki kell rakni. El kell mondani azt, hogy ez történt, amiről mi azt vélelmezzük, hogy... Hát a 9-ben... Csak erre nem lehet politikát alapítani. A 9-ben tudom, hogy ők egyelőre azt kommunikálja a Kriszta, hogy még nem tartanak ott. Igen, mert nem tartanak ott. Hogy nyilvánosságra hozzanak, hogy találtak dolgokat, dolgoznak rajta, hogy mi az, amit mi az, ami történik, és lehoznak ilyen részszámokat, mint amit te mondtál, hogy évi 120 millió forint. Hadd kanyarodjak vissza, új képviselők, költségvetés kell, be kell zárni az előző évet, föl kell állítani a bizottságokat, jegyzőt, aljegyzőt kell cserélni, egy csomó olyan irodavezetőket kell cserélni, mert lemond a gazdasági vezető, lemond a főkönyvelő, belső ellenőrt kell szerezni gyorsan valonnan, ja, kéne átvilágításokat kezdeni, jó, egyébként politikailag is kéne, meg kommunikáltat, hogy nagyon sok minden van, egyszer nem tudják azt megcsinálni ezek az önkormányzatok, hogy novemberben akkor így mindent kirakunk, nem tartanak ott. Tehát ezért mondta, fél év. Ezt a melót mondjuk ki lehet szervezni, csak megint csak ki lehetne szervezni, sok-sok millió forintért. Ki lehet szervezni, vannak ügyvédi irodák, ugye látjuk, hogy a Ceglédi Csaba ügyvédi irodáját bízta meg, vagy 3 DK-s közelégi kerület. Csak a hallgatóinak a Ceglédi Csaba az, akit ugye most már x éve előzetesbe tartanak, csak most éppen azért van ki, mert az EP választás során megint ezért kapott, Mentelmi jogot, és hirtelenjében ott mindenki egymással ellentétben van jogértelmezésben, úgyhogy most akkor szabadlábon tud maradni, és most szabadlábon van a Cegri Csaba, de ott eljárás folyik el, és több milliárd adócsalással zajlik, és az ő ügyvédre bízta meg 3 kerület. Nyilván nem 0 forintért, hanem sok 10 millió forintért ügyvédirodákat. Mert ugye az átvilágításhoz kell jogász, kell pénzügyi hozzáértő, kell könyvelő, kell könyvvizsgálói hozzáértés, tehát nagyon sokféle, tehát nem elég egy könyvvizsgálat megbíznod, nem elég egy pénzügyes vagy egy jogászt, hanem csapatokat kell megbíznod. Ja, a sztoriban nem az a probléma, hogy egyébként hozzáértő embereknek, ügyvédeknek pénzt fizetünk azért, hogy elvégezzék a munkájukat, az a probléma, hogy a Ceglédi Csabához tartozik az összes. Ja, azzal a sztoriban az a baj. Egyébként meg az a baj, hogy van-e pénz. Hát én nem hiszem, hogy Pomáznak lenne pénz, de mondjuk 8 millióért megbízni egy Pomáz ügyvédirodát, ahol van is ott szakember, hogy túrják át az elmúlt 5 évet. Én kizárta tartom, hogy Pomáznak erre lenne szuper, pénze. Akkor gyakorlatilag meg lehet úszni mindent, mert hogy úgyse lesz a következő önkormányzatnak pénze arra, hogy ezeket a dolgokat olyan minőségben felgöngyölítse, hogy abból akár... Bingo! Tehát nem mindegy, hogy milyen képviselőket választunk, és nem mindegy, hogy milyen polgármestereket választanak. Igen, bingo, itt vagyunk. Így van. Tehát a helyzet nem jó. Szuper. Az a kérdés, hogy a Baranyi Krisztának milyen emberei vannak a mögötte. Hogy a Pikónak milyen emberei vannak mögötte, hogy az újpesti polgármesterek milyen emberei vannak mögötte. Krisztá átszóra meg tudta csinálni azt, hogy olyan embereket vonzott be a saját csapatába, akik mondjuk ezt nagyon nagy elánnal csinálják, és mondjuk talán nem akkora összegekért, mint egy külsős DK-s csapat nem csinálna. Igen, de az az igazság, hogy talán Szentendrén, illetve Pomázon kevésbé,
de például a Ferencvárosban, illetve hát olvasni azért több kerületben is, viszont ez az ellenzéki összefogásnak nevezett történet, viszont kezd széthúlni, mindenféle számomra másképp nem leíratom, osztozkodás szóval leírató okok miatt kezd szétesni az ellenzéki összefogásnak nevezett dolog, hiszen például tudom... Sok a fóka, kevés a hogy, mi, valami. Kevés a hal, nem? Sok a fóka. Halat eszik a fóka? Igen. Meg sok a fóka, kevés a hal, vagy pedig sok az eszkimó és kevés a sok, fóka. Köszönöm. Sok a fóka és kevés a pingvin. Igen. Tehát ez az egyik oldalról. Hát én kíváncsian várom 2020-at. Ilyen szempontból. Én hadd húzzek ide még egy gondolatot. Én voltam egy sorosista konferencián. Ez milyen egy sorosista konferencia? Ahol a Transparency International, meg ilyen szerzetek voltak ott. Tehát tehát tényleg a poklok pokla volt. És ott négy polgármester volt kint a színpadon, erről beszélgettek átvilágításokról, ügyekről, csontvázakról, transzparenciáról, stb. És ott a Baranyi Kriszta mondta azt, egyszer csak egy kibukott belőle, és tök igaza van. Tehát, hogy így hallja mindenkit, hogy majd jönnek az EU-s pénzek az önkormányzatoknak, hogy majd jönnek így 2020-ba, 21-be, 22-be. Ő még egy fillért nem látott EU-s pénz, és nem is látja a kanyarba se. Tehát valaki magyarázza már el neki, hogy miről beszélnek itt újságírók, amikor EU-s pénzekről beszélnek. És én is úgy vagyok vele. Tehát itt nem jönnek uniós pénzek sem. Hogy nem született válasz a konferencián. Nem, és én, az én válaszom az, hogy tehát nem lesz. Az unió nem fogja direktbe a városokat finanszírozni. Csak úgy. K+F-eket igen, de az egy más történet. És a klímaprojektbe talán, de még ezt se döntötték el. És a klímaprojekteket is úgy, hogy a konzorciumban akár régiók, vagy több ország, vagy ilyesmi. Nyilvános. De nem fogják azt megcsinálni az unió, hogy csak Magyarország kezéből kiveszi a kormánytól az elosztást, és az a városok direktbe. Nincs rendszere, nincs gyakorlata, nincs erre politikai akarat, semmi nincs. Vannak városfinanszírozási programja az unió, de azok eddig is voltak. Azok eddig is voltak, és ez nem ez. Igen. Tehát az klíma, meg egy nagyon kultúra, ilyen nagyon nincs izé. Azok klasszak, tehát hogyha lehet a kultúrára, meg egészségügyre nem tudsz járdát építeni. Azon nem, jó, és nem maradt pénz járdára. De a kórházat nem a város finanszírozza, egy a rendőrnicet, tehát Pomázon nem a város finanszírozza, ezt akarom mondani. Tehát nem fognak, ez egy kamu. Mármint a kamu alatt azt értem, hogy ez egy ilyen hiú ábránd, egy ilyen wishful thinking az ellenzéki szavazók, meg nem tudom, politikai jellemzők között, csak nincs mögött a tartalom. Nem lesznek uniós pénzek se. Meg tegyük azt hozzá egyébként, hogy vidéken például nagyon sok helyen, ugye Közép-Magyarország ebből kiesett, de a vidéki régióban felújították az egészségügyi intézményeket. Tehát ugye egy nyíregyházi kórház sokkal jobban néz ki, mint a János kórház. Ha választanom kell, mert arra volt EU-s pénz. Viszont Nyíregyháza avval szenved, hogy hiába ott van a szuperkórháza, esetleg mondjuk olyan készülékekkel, amik Budapesten nem is elérhetőek, tehát sokkal jobb technológiát tudnak alkalmazni, ha nincsen személyzet, mert a nyíregyházi orvos már rég Budapesten, Londonban vagy Norvégiában. Tökéletesen igazat adok neked, és ez nagyon fontos, hogy mondtál, csak én nem erről beszéltem, hanem az elosztás módszerét. Ugye az elosztás módszer az, hogy bejön az uniós pénz Budapestre, kormányhoz, és a kormány eldönt, hogy ki kap belőle pénzt. És ugye azt mondjuk, én azt állítom, hogy nem nagyon fognak jönni pénzek az ellenzéki városokban. De a mi régiónkra egyébként sem jön pénz, mert ez egy jó... Nyissuk egy zárójelet, és arra majd mindjárt válaszolok, de ugye sokan azt mondják, hogy nem baj, hogy nem jön, mert majd a direktbe kapnak a városok, nem. Tehát, hogy a kormányzat fogja elosztani. És a kormányzat el fogja osztani, mert jönnek egészségügyi pénzek, csak majd ezt megkapja a Nyíregyháza, ahol maradt a Fidesz, vagy nem, bocs, ott is váltás lett, nem tudom. Megkapja az a kerület, ahol maradt. Igen, megkapja a Pokorni kerületé, megkapja a nem tudom, 16. kerület, vagy nem tudom melyik, és nem kapja meg majd a 8. meg a 9. kerület. Ez egy más kérdés, hogy egyébként van-e személyzet, meg az egy következő kérdés. Ha fejezem még az áruját, és aztán azért...
Tehát, hogy a régió az meg megint más. Tehát, hogy ugye Budapest és a Pest megye, az egy régiónak számított, és Budapest fölhúzta a régiót. De ez megszűnik, tehát most külön régió lesz Pest megye. Aha. A következő uniós költségvetésben, és a saját magunk szintje leszünk, ami hát tényleg kiskörös szintje, meg Lányfalu szintje, tehát hogy az nem olyan magas, mint Budapest szintje, tehát ezekből nincsen. Csak összességében fognak kevesebb pénzt kapni egyébként a felzárkózó államok, de ez... Én a járdafelújítás kapcsán, meg tehát az önkormányzat működése kapcsán jutott eszembe egy kedves történet, és aztán majd eldöntitek, hogy kivágjátok-e vagy sem. A 12. kerület, ugye maradt fideszes vezetési kerület, a Pokorni maradt. Az emberarcú fideszes. Az emberarcú fideszes maradt Pokorni. Négy gyermeke jár Waldorf iskolába, csak tényleg? Ennyit mondok, persze. Oh. Szerinted miért van olyan szépen felújítva az a Waldorf iskola, ahol az egy gyermek is. Viszont bejutott az egyik barátom, Kovács Gergely, a Magyar Kétfalkú Kutyapárt elnök helyett. Lenyilatkozta, hogy nagyon szar a helyzete, mert mond van, és megcsinálja a Pokorni. Igen, ezt a történetet szeretném elmesélni. Ő ugye Csiremécen lakik, ami egy nyaraló övezetből átalakuló lakó övezet, osztatlan közös tulajdonú minden telek, igazából kibogozhatatlan tulajdonú viszonyokkal, és megkeresték, bejutott, megkereste a csiremécei lakó közösség, hogy nincs a busz megállóig járda, ez egy olyan 600 méteres szakasz. Mint újdonsült képviselőt megkeresték a lakóközösség, hogy egy 600 méteres szakasz, ami Kovács úr, aki megvette élete harmadik autóját, de nincs nem az övé. Nem az övé, igen. A párté? A párté, igen. Magáncélra használja a pártautót? Nem, soha. Újabb téma az átlátszó.hu-nak. Köszönjük! Nincs járda a busz megállóig, ők szeretnének egy járdát, meg hát tulajdonképpen itt lakik most már körülbelül 150 család, nagyon jó lenne egy játszótér is. Az újdonsült képviselő barátom berobogott az önkormányzatra, és megkérdezte a képviselői titkárságot, hogy lenne ez a dolog, hova menjen. Hát menjen föl a Pokorni úrhoz, mondták neki a képviselői irodában. Ő bekopogott a polgármesterhez, és elmondta neki azt, hogy hát őt megkeresték, és szeretnének járdát és játszóteret. Egy pillanat, Kovács úr, lehívom a Józsit. Józsi lejött. Pénzügyi irodáról van-e pénz még? Vagy? Nem, semmilyen nem volt. A TMK-s volt. Lehívta a Józsit, aki az építési osztály vezetője. Akkor az. És azt mondta, hogy figyelj, Józsikám, akkor Csillebécre szeretnénk egy járdát és egy játszóteret. Légy szíves, indítsd el. Szóval így működik egy gazdag önkormányzat. Kedves barátom viszont nagyon csalódott volt, mert igazából nem tudott semmit csinálni, illetve nagyon örül, mert lesz járdája, ha lesz. Viszont hát ezzel azért az is kiderült, hogyha valamit el szeretne érni, akkor ezt vagy elfogadja a 12. kerületi polgármester, és viszont azonnal elindul, vagy ő akármit is csinálhat, abból úgysem lesz semmi. Tehát. Ez így van, jó reggelt kívánok, de én inkább hadd fordítsa meg ezt is egy metaszintet hadd hozzak be. Akkor, amikor a Szentendrei és Pumázi Kétfarkú Kutya Társaság elkezdte itt a balhézást 2016-ban, vagy nem tudom mikor, tehát akciókat csináltatok. Igen. Ha Szentendrei önkormányzat nem annyira ostoba a fejű fajonkó, hogy kihúzkálja a kiültetett fákat, amiket kiültettetek, meg nem tudom, lefesti a, nem tudom... Hidat. Nem tudom, de igen, tehát amiket... A négy színfestéseket, igen. Igen, meg ott meg üzeneteket szintén fölfestetett, lefújták, vissza... Ja. Tehát, hogy nem egy ilyen ostoba hülyék lettek volna, hanem azt mondják, hogy Digi úr, vagy Bürger úr, maguknak mennyire igazuk van, sőt, tudnának-e nekünk segíteni abban, hogy még 20 fát önöknek megvannak a társadalmi kapcsolataik, nekünk van egy ásó brigádunk, rakjuk össze, amink van,
segítsetek nekünk. Kihúzzák a méregfogát, és tulajdonképpen kurva nagy bajba lesztek, hogy itt nem tudtok akciózni. Vagy hát tudtok, csak akkor rendszer része lesztek. Kovács Gergely, MKKP elnök a rendszer része lett azzal, hogy 12. kerületig képviselő lett. És ezzel nincs baj, szerintem ez tök természetes, a maga természetes folyása történik itt a dolgoknak. Csak hogy ki van húzva a méregfogal? A Pokorni csinálja a dolgát, és egyébként volt csak Kovács úr is csinálja a dolgát, mert ez a dolga a képviselőnek. Az más kérdés, hogy személyesen, tehát eljárások vannak, nem szisztéma van, hanem az van, hogy vagy szimpatikus, vagy nem. Tehát maga a rendszer az rossz, tehát nem igen, így kéne nem, működnie. Nem az a szóval, hogyha vágó jött volna oda, akkor valószínűleg azt mondta volna, hogy coki. Te világos, tehát ugyanarról beszélünk, igen. De hogy, tehát, hogy a maga az eljárás a rend az rossz, hibás, azon kéne változtatni, ezért nem vagy tok fideszesek, vagy nem vagyunk fideszesek, mert szerintünk a rendszer rossz, tehát nem így kéne ezt csinálni. De hát ezt hívják képviseleti demokráciának. Ja, hát azért szerintem a Gergőnek most megvan a lehetősége, hogy ott belül próbáljon meg valami új hát fogást találni Suzy a rendszeren. Alpolgármester, Suzy, aki megtette, igen. Alpolgármesterként. Neki igen, de ő neki van egy csomó mindene, amire a Barány Tiszta is nyitott is. Tehát, hogy egy csomó, ha túl vagyunk ezen az általad említett fél éven, ami inkább egy év, ők úgy látják, hogy mire nem csak, hogy átlátják, hogy mi történik itt, hanem el is tud indulni egy hasznos irányba. Saját dolgokat tudnak indítani, igen. Egy gépezet, akkor azért ott bízik a Suzy benne, hogy a két farkú jelenlét az meg fog látszani. A Gergő is bízik a maga ötleteiben, illetve a maga gondolataiban. Nyilván a Pokorni addig fogja ezt hagyni, amíg neki nem árt. Abban a pillanatban, hogy ártani fog a Pokorninak, akkor nem fogja elérni. Illetve hát ugye a 12. kerület a klasszikus önkormányzat, ahogy működött itt is Szentendén is, mindenhol, hogy fideszes többség van, amit a Pokorni úr aláír, azt meg is van szavazva, vagy amit ő vagy a jegyzője beterjeszt, az meg is van szavazva, és hiába szavaz ellene mindenki más, aki nem fideszes, az nem tud, tehát ez semmire nem jó. Ugyanez van a bizottságokban is, tehát az összes bizottságban egyel több fideszes képviselő ül, vagy fideszes delegát, és az, amit ők szeretnének, az meg van szavazva, amit ők nem szeretnének, az nem is lesz megszavazva, tehát nincs megszavazva, illetve nagyon ritkán vannak ötletek, amik bekerülnek. A Vágó úrnak például volt egy nagyon jó ötlete. A Vágó is ott van? A Vágó úr. Azért ez egy szép csapatodnak tűnik ott. Igen. De a Vágó úrnak volt egy nagyon jó ötlet a 12. kerületben. A 12. kerületben van egy művésztelep, ahol minden évben megjönnek művészek, akik dolgoznak ott nyáron 2-3 hónapig, majd a műveiket kirakják az önkormányzatba, és bekerülnek egy pincébe. Jelenleg kinőtték a pincét. Ez sok évtizede van. Voltak ott neves művészek is, meg kevésbé neves művészek is, és a Vágó úr elkezdte, hogy ezeket a műveket szociális célra kezdjük el a 12-et elárverezni, kiosztani közintézményekbe, és mindenhova, hiszen még mindig jobb helye van egy iskola aulájában, vagy egy kórház folyosóján, mint a egyre jobban vizesedő, illetve nem vizesedő, mert jó kezekben van az önkormányzat. Jó kezekben van az önkormányzat. Mint egy pincében. Megismétlem a hallgatónknak, jó kezekben van az önkormányzat. És én szeretnék köszönetet mondani a második kerületnek is, mert lett végre a Bambi előtt zebra. És át lehet menni úgy, hogy nem ütnek el. Ó, hát ez a Véna Szány Márta egy csoda. Ugye? Ennyi. Hát azért ez nem így megy. Én közben elköszönök a hallgatóktól. Szerintem mindannyian elköszönünk. Szerintem mindannyian elköszönünk, mert ugye lenne még témánk, de hát nagyon elment az idő. Túl sokat beszéltünk már megint. De legalább lesz témánk a következő alkalomra is. Köszönjük szépen, igen. Azt kérjük a hallgatótól, mielőtt elbúcsúzunk, hogy értékeljetek minket iTunes-on, 5 csillagra vagy 4-re, kérdezzetek tőlünk. Ha iratkozzatok föl ránk bármilyen, valahol minket most hallottatok, de
ha nem is, és csak a posztunkkal találkozhatok, akkor is iratkozzatok ránk föl abban a podcast alkalmazásban, amit hallgattok, legyen az iPhone-on, Androidon, akármilyen podcast alkalmazáson. Spotify, ez az. Fönn vagyunk a Spotify-on, fönn vagyunk az iTunes-on, tényleg most már mindenütt fönn vagyunk, az Anchor FM tök jól működik, uh-huh. A Podcast Addicton is fönn vagyunk, mindenhol fönn vagyunk. Lájkoljatok minket. Ja, van Facebook oldalunk, azt is lájkoljátok, de a legjobb tényleg az 5 csillag, mert akkor az bedobálja másoknak is, mint ajánlatként is. Ezt szeretnénk, hogyha ajánlana minket a mágikus algoritmus. Sziasztok! Csak egy kicsit akarunk nagy menők lenni, lepkevadászok, szoba istenek. Csak egy kicsit akarunk a közösbe tenni, mert a csodák nem nálunk nincsenek. Nálunk nagyon fura a család, anarchisták és pártkatonák. Nótát fütyül a hunta, előre náci zombik kisbabák. Nálunk nagyon fura a család, nagybácsik, tesók és nagyanyák. Nálunk nagyon furcsa, nótát fütyül a hunta, hajútansz is mindent megbocsáj. Nótát fütyül a hunta,